Szia, Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tukendoik nyelvtanulási YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon az angol nyelvtanról lesz szó, azon belül pedig a folyamatos befejezett jövőről, vagyis a Future Perfect Continuous-ról. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert miután megnéztük ezt az angol igeidőt, rögtön lehetőséged lesz gyakorolni fordítási feladatokon keresztül. Ez a figyelmeztetés rész, hogy ha most hallod csak az angol igeidőket, akkor inkább ne ezzel kezd rögtön, mert ez az utolsó igeidő, amit leszoktam adni, és ezért az előtte lévő 11 az nem véletlenül következik hamarabb, mint ez. Amit mindenképpen fontos tudnod, az az angol jövőidők, és ebből van ezen kívül még három, illetve hogyha az emizár going to-t is oda vesszük, akkor igazából négy. De nézzük meg őket, hogy ők mit jelölnek. Volt nekünk a future simple, az egyszerű jövő, és azt a közoktatásban a emizár going to-val együtt szoktuk tanulni, tehát a will vagy going to, ez volt mindig a kérdés, de hogy a be going to egyébként, és ők azok, akik az egyszerű jövő simán megtörténtek a jövőben, csak ugye a bizonytalanság és a biztosságot fejezte ki, vagyis a között mutattak árnyalatot. Erről külön videót és bejegyzést is csináltam, úgyhogy azt berakom a leírásba. Aztán volt a Future Continuous, a folyamatos jövőidő, ami azt jelenti, hogy a jövőben éppen folyamatban lesz valami. Erről is külön készült videó, bejegyzés, ezt is be fogom rakni a leírásba. Olyan, mint egy present continuous, csak a jövőben. Tehát ő is csak egy continuous. És aztán volt nekünk a future perfect, a befejezett jövő. A perfect az, akit mindenki utál, akár present, az akár past, akár future perfect. Egy perfect mindig az előidejűséget jelezi, vagyis valami már meg fog történni a jövő egy adott pontjához képest, tehát egy előidejűség van a jövőhöz képest, erről is tudsz külön videót és bejegyzést is találni, berakom a leírásba. És amit még oda fogok rakni, ami nagyon fontos, hogy a módbeli segédigékkel is legyél úgy tisztában, hogy alapvetően ők hogy működnek, mi a viselkedési mintájuk, mert ez nagyon sokat fog segíteni abban, hogy ezt a mai Future Perfect Continuous-t is jól megértsd. Folyamatos befejezett jövő idő, nem kell tudnod egyébként azt, hogy hogyan, akár magyarul, akár angolul nem kell tudnod feltétlen a nevét, azt tud, hogy ez a szerkezet van, és hogy mire használod. A Future Perfect Continuous-t, a képzését, az nagyon hasonlít a Present Perfect Continuous-hoz és a Past Perfect Continuous-hoz, amit szintén nem szeretnek az emberek, de róluk is rakok be bejegyzést és videót, hogy legyen egy viszonyítási alapod. Ez is csak egy Perfect Continuous, tehát egy olyan dolog, ami egy ideje már elkezdődött és még folyamatban van. És akkor az a különbség, hogy a jelenben, a múltban vagy a jövőben. Hogyan képzed? Lesz egy will az elején, tehát egy módbeli segédige, egy have, egy been, egy ige és egy ing rajta. Az ige ing, azt gerundnak is hallhatod, és a gerund és az infinitív különbségéről is külön videót csináltam, ami nagyon hasznos szerintem, ez egy szürke folt általában, mindenkinek az agyában ez így el van valahova rejtve, hogy igen, mintha lett volna, de hogy nagyon fontos, hogy azt is megértsd. De visszatérve ide, nézzünk egy példamondatot. This time tomorrow, I will have been sitting at a meeting for 4 hours. Holnap ilyenkor már 4 órája fogok egy meetingen ülni. How long will you have been taking the exam when I arrive? Mióta fogsz vizsgázni, amikor megérkezem? De ezt nem használják. Tudom, igen, mindenkinek ez a válasz, és egyébként tényleg igaz, hogy kevesebbszer használják. De az nem igaz, hogy nem használják, úgyhogy legközelebb, ha mondjuk egy BBC-s cikket elolvasod, akkor lest, hogy mikor használnak ilyet. Nem fogják sokszor, azon mondjuk tényleg igaz. De mikor használod ezt? Ahogy mondtam, akkor használod, amikor a jövőben valami éppen folyamatban lesz, és már egy ideje folyamatban lesz, szóval ez egy kicsit ilyen ideges igeidő, hogy holnap már 5 órája ott fogok lenni, és még mindig nem lesz semmi. Most pedig nézzük meg azt, hogy mi a különbség a folyamatos jövő és a folyamatos befejezett jövő között. Mikor melyiket használod, mi a különbség köztük? Hát a különbség köztük az pont ez a befejezettség, illetve nem befejezett, mert éppen folyamatban lesz, de a future continuous az azt jelenti, hogy éppen folyamatban van. Tehát holnap éppen tanulni fogok.
hogyha Future Perfect Continuous-t mondok, akkor azt mondom, hogy holnap éppen már 5 órája tanulni fogok, tehát az 5 óráját tudod hozzátenni ezzel a Perfect Continuous-os verzióval. Tehát azt mondom, hogy I will be waiting for you, várni fogok éppen rád, I will have been waiting for you, már egy ideje várni fogok rád. Nagyjából ennyi volt a Future Perfect Continuous. Mit kell ebből megjegyezned? Azt, hogy ezt nem használják. Nem. Használják, és tök jó, ha tudod, egy magasabb szintű nyelvvizsgán, hogyha egy ilyet bedobsz írásban, beszédben, az nagyon jó. Használd. De csak akkor, hogyha magabiztos vagy benne, vagy hogyha nem okoz az óriási stresszt a nyelvvizsga során. Mindenképpen érdemes felismerned ezt a szerkezetet. Mire használják? Arra, hogyha éppen folyamatban lesz valami, és már egy ideje lesz folyamatban, will plusz have plusz been plusz ige plusz ing. Az ige ing az amúgy egy gerundnak szokták hívni. És amúgy van ezen kívül 4 jövő idő, ami közül valószínűleg egyébként a future simple-t és talán a future continuous-t fogod a leggyakrabban használni, és ugye ott van még a going to is. Most, hogy végignéztük ezt a részt, nincs más hátra, mint hogy gyakoroljunk. Magyar mondatokat fogsz látni, és fél perced lesz arra, hogy lefordítsd őket angolra. Nézzük is! Most, hogy gyakoroltunk, most már csak annyit szeretnék mondani, hogy lájkold a videót, iratkozz fel, hogyha tetszett, és ezzel támogasd azt, hogy minél több ingyenes tartalmat rakhassak föl nyelvtanulásról. És mindeközben ne felejtsd el, amit mindig mondok, hogy meg tudod csinálni.